Most már jó néhány hét eltelt a 2024-es évből, de hát a tavalyi évet is kellene értékelnünk a nyugdíjas klub szempontjából, és a tánccsoport, a Muskátli tánccsoport szempontjából is. Hogyan zajlott a 2023-as év? Kicsit röviden beszéljünk erről. 2023-as év szerintem nagyon gazdag volt. Sok-sok programunk volt, úgy a nyugdíjas klub részéről, mint a tánccsoport részéről. Voltunk kirándulni többfelé, mindenféle olyan rendezvényen részt vettünk, ami a közösségi házban megrendezésre került, és készítettünk saját magunknak is programokat, mint például a májusfállítás és a kitáncolás, a tónál lévő főzés, ott megtartandó klub, gyűlés, tehát nagyon gazdag volt. Januárban már klubnapot is tartottak, ötletelések, programtervezések zajlottak itt. Mik a tervek a 2024-es évre? Szilveszter után januárban megvolt az első, talán 4-én az első klubgyűlésünk. Ott kértük a tagságot, hogy gondolják végig, hogy mit szeretnének ebbe az évbe, hova menjünk kirándulni, milyen programokat készítsünk. Összeállt a programunk, nagyon sokféle dolgot szeretnénk készíteni. Az idei évben mindenképpen bővítenénk a kvízműsorral, ami a klubnapon van. Ezt a tavalyi évben Gáspárné Margitka indította el, úgy gondoljuk, hogy ez egy jó feladat lesz. Aztán volt egy ilyen, hogy filmvetítést csináljunk, tehát abhoz majd a közösségi háznak a segítsége szükséges. Tehát vannak ötleteink, és mindenképpen folytatnánk a tavalyi évben és az előtte lévő évben elkezdett programokat. Hogyha most ki kellene bontanunk időrendi sorrendben az évre vonatkozóan a rendezvényeket, ami a nyugdíjas klub szervezésében zajlik, hogyan nézne ez most ki? Hát első nekifutásra lenne egy farsangi bálunk február 1-én, utána a következő hónapban a nőnapot tartanánk, és természetesen a fiúkkal együtt, mert hogy őket sem szeretnénk kizárni, és akkor már is március van. Április végén a májusfállítás, ami jó kis program nekünk, júniusban annak a kitáncolása, és akkor már kezdődnek a fesztiválok országszerte, ahova jelentkeztünk a tánccsoporttal. Ősszel majd szeretnénk a színjátszókkal is menni egy ilyen rendezvényre. A saját szervezésű programokhoz bárki csatlakozhat itt a településen? Igazából a Péti Nyugdíjas Klub Egyesület szervez dolgokat, de nagyon szívesen várjuk a hozzánk látogató új tagokat is, meg akik csak azért jönnek el, hogy legyenek egy programon. Szívesen látunk mindenkit a klubba, szívesen látunk mindenkit a tánccsoportba. Ha fiatalabb, az sem gond, mert nyilván a fiatalabb tánccsoportba lehet csatlakozni, az idősebbekhez úgy szintén lehet csatlakozni. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösség vagyunk, és szívesen látunk mindenkit, jöhet bárki. A saját rendezvényeken kívül a kulturális életben, a közösség életében is mindig részt vesznek egy-egy programon. Az idei évben ezt hogy fog zajlani? Mely programokra készülnek most a tánccsoporttal? Legelső ugye a Pogácsa Fesztivál, ahova felkértek bennünket, nagyon szívesen megyünk, és itt már közösen a Cseberveder táncműhelyel. Utána mindenféle olyan programon szeretnénk részt venni, akár a Szabad Egyetem megrendezésében, amit a közösségi ház rendez, akár a Péti nyáron szeretnénk ott lenni, mint segítők, mint fellépők. Május 19-i ünnepségen is szeretnénk részt venni, az október 1-i ünnepségen is szeretnénk részt venni. Ezen kívül meghívásunk van Csornára, egy táncolólábak fesztiválra. Készülünk a szüreti felvonulásra és a bárra, ugye ott megint elég nagy szervezést igényel, a kertbarátkörrel és több tánccsoport meghívásával. Utána már a falukarácsony, amin szeretnénk részt venni. Közben ugye vannak a tekéseink. Milyen városokban vannak tervben megmérettetések a tánccsoport tekintetében? Elsősorban Balatonfüreden, utána Veszprémbe, aztán Siófokon lesz a döntő, most az országos ki mit tud döntője Siófokon lesz,
és ugye szeretnénk akkor Csornára elmenni, szeretnénk Hajmáskérre elmenni, mert ugye tavaly Sólyba volt a Senior Fesztivál, az idén Hajmáskérrel lesz, tehát oda is szeretnénk elmenni. És hát, hogyha úgy alakul a helyzet, hogy hívnak bennünket valahová, akkor nagyon szívesen megyünk. Most harmadik alkalommal fogjuk megtartani a Népviselet napját. Úgy gondoltuk, hogy mivel van egy olyan tánccsoportunk, ami a hagyományokat szeretné továbbvinni, ezért mi szeretnénk a lakosságnak bemutatni a népviseleteinket. Ami nekünk van, azt is, meg a különböző vidékekről, ahonnan tudunk beszerezni népviseletet, meg segítenek nekünk, azt is szeretnénk bemutatni. Ez azért is jó, mert közben van egy néptánctalálkozónk, egy Veszprém vármegyei néptánctalálkozó, amire szintén várjuk a néptáncosokat, és ott is lehet látni különféle népviseletben szereplő hölgyeket, urakat. Hogy lehet látni, bővül most már a találkozókon a csoportok létszáma? Nagyon nehéz eldönteni, mert a tavalyi évben ugye 4 csoport volt. Sajnos a Covid nagyon betette az idősebbek által tartott néptánccsoportoknak. Nagyon nehezen indulnak már el, már fáj itt, fáj ott, fáj mindenhol. És talán az idén már tudunk egy kicsit bővíteni. Igazából szeretnénk az olyan csoportokat is meghívni, akik nyugdíjasokból állnak, de van nekik fiatalabb segítőjük, aki beáll a csoportba, mert egyszerűen szeret táncolni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az idei évben többen leszünk. Ezt a kérdést mindig feltesszük, vannak-e támogatók, támogatások? A Péti önkormányzat az, aki igazából támogat bennünket. Mondjuk a tavalyi évben volt a Web23-as pályázat, ahol szintén nyertünk 350 000 forintot. Nagyon jó volt ez, egy új ruha garnitúrához vettünk anyagot, sárközi anyagot, amit saját magunk vartunk meg, és hát ezzel büszkélkedhetünk. A klubban, vagy éppen a tánccsoporton belül hogyan látja, mi az a program, amihez a legszívesebben csatlakoznak a tagok? Mindenképpen a zenés rendezvényekhez szívesen csatlakoznak, mert ugye szeretünk összejönni, szeretünk együtt lenni, szeretünk táncolni, szeretünk mulatni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények azok, amik nagyon kellendőek, és oda többen jönnek el. Az idei évben a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban próbákat tart a Cseberveder táncműhely is, akikkel önök is szoros együttműködésben vannak. Az idei évben ez hogy fog alakulni, illetve hát ugye a kertbarátkört is említhetnénk. Minden olyan civil szervezettel szeretnénk kapcsolatot tartani, akik Pétfürdőn működnek. Így van ez a kertbarátkörrel is, akik ugye Péten is, de Várpalotán is működnek. A tavalyi évben táncoltunk a Nemzetközi Kertbarátkör Találkozó záró műsorán is, és itt azért azt el kell mondjam, hogy a tánccsoport olyan fantasztikus produktumot állított elő, hogy augusztus 25-én Sólyba táncolt, 26-án Balatonalmádiba, és 27-én itt Péten a Kertbarátkör rendezvény záró műsorán. Visszük a hírt, meg szeretünk is táncolni. Ezen kívül a tavalyi 15 éves évfordulónkon meghívtunk több olyan civil szervezet vezetőjét, hogy jöjjön el, nézzen meg bennünket, mi is szívesen megyünk az ő rendezvényeikre, úgyhogy úgy gondolom, hogy a kapcsolattartás az mindenképpen nagyon fontos. Függetlenül attól, hogy most mi idősek vagyunk, ők fiatalabbak, de jó kapcsolatot ápolunk a Dance Actionnel, a mazsorettesekkel, a Szent László kórussal, tehát úgy gondolom, hogy ezek egy ilyen nagyon fontos dolgok itt Pétfürdőn a közösség számára. 2024-nek milyen szemléletten indulnak neki? Idén mit tartanak szem előtt a közösségük életében, hogy jól működhessenek?
Mindenféleképpen azt, hogy összejöjjünk, hogy együtt legyünk, az a legfontosabb. Ha valaki egyedül él, az sem maradjon otthon, hanem jöjjön el, ha egy hónapban egyszer jöjjön el a klubnapokra, és akkor ott meglátja, hogy milyen programjaink vannak. Nem szabad elfelejtenünk a fürdőlátogatást, amikor minden hónapban megyünk fürödni, oda is hívjuk az embereket, nem csak a klubtagokat, hanem bárki mást, aki fürödni szeret, egy hónapban egyszer ennyi megjár nekünk, úgyhogy oda is szívesen megyünk, szívesen látjuk a tagokat is, meg a külsősöket is.